Panasonic HDC SD1 kamerája van a kezedben. Mik a legfőbb különlegességei ennek? Hát egyik különlegesség, hogy úgy néz ki, mint akármelyik másik kamera, és ehhez képest nagyon jó képminőséget nyújt, mert HD minőségben dolgozik, 1440x1080 képpontos mozgóképet vesz fel. Mondjuk vannak más modellek is, de általában nem szoktak ilyen aprók és jól megfoghatók lenni, hanem valamilyen hasábba öntik őket, vagy professzionális méretűek, vagy akármi. Most ebben az esetben sikerült egy teljesen konzumer kamera méretbe belezsúfolni a HD tudást, ami a legnagyobb kényelmet adja, hogy igazán ebben a kamerában a 12-szeres zoom optikán kívül nem nagyon van mozgó alkatrész, nincs benne szalag, vagy ilyesmi, hanem egyetlen kártya van, ahogy az egy modern korban elvárható, egy 4 GB-os SDHC kártyát mellékel a gyártó. Az SDHC az SD-nek a bővített kapacitású változata. 4 GB már azért elég arra, hogy akár egy órát is felvegyek, sőt, kis minőség alkuval 90 percet is felvegyek rá. Azt mondtad, hogy HD felbontást tud. Ez teljes HD felbontás-e? Illetve, hogyha igen, akkor ezt hogy sikerült technikailag megoldaniuk? Most az az igazság, hogy nem teljes HD felbontás, de HD, valamelyik HD felbontás, de nem a maximális. Tehát nem az 1920 képpont széles, amit annyira szoktak keresni, hanem 1440 képpont széles. Mégis ez a meglepő, egy teljesen meggyőző minőséget ad a teljes felbontási HD diszpléjeken is. Tehát az új VR a Panasonic TV-kbe, ha bedugom ezt a kártyát, van bennük kártyaolvasó, akkor gyönyörűen visszaadja ezt a képet, ezt az AVC HD kódolású, az MPEG-4-es nagy felbontású képet, hogy öröm nézni tényleg, és így senki meg nem mondja, hogy ez most csak 1440 széles és nem 1920. A másik különlegesség, hogy ilyen, ugye választhattak, hogy minden teljes felbontású lesz, meg mindent a maximumot, és akkor lesz egy akkora kamera, mint amit a kolléga kezében tart, vagy pedig konzumer méret, és akkor valamit vissza kell venni, és azt találták ki, hogy 3 CCD-t használnak, de standard felbontású 3 CCD-t, és félpixeles eltolással hozzák létre a képet. Én kicsit fintorogtam, mikor ezt így meghallottam annak idején, mert akkor még nem volt a kezembe a kamera, de aztán tesztábrával is kipróbáltuk, és sokkal jobban teljesít, mint egy de teljes érzékelővel dolgozó megoldás. Egyszerűen ezek a standard 3 CCD, 360 ezer képpontos CCD, ez annyira alacsony zajszinttel tud dolgozni, annyira kiforrott technológiát sikerült újra alkalmazni, hogy tényleg az ember csak nézi, nagyon-nagyon kevés zajt tud összeszedni, és ez meghatározó a képminőség szempontjából. Egyéb extra kategóriában van ugye az 5.1 csatornás hang, térérzékeny mikrofonnal, be lehet állítani úgy is, hogy zoomoljon, tehát csak az legyen számára érdekes, akire ráközelítek. 12-szeres optikai zoomhoz nyilván jár egy optikai képstabilizátor, ami hát messze a legjobb, amivel találkoztam így ebben a kategóriában. Nagyon finoman lehet kezelni a zoomot is, tehát nem úgy van, hogy egyszerűbb az arcomba ugrik egy apró pont a képernyőből, és egy valami nagy lesz belőle, és betölti a képet, hanem úgy tényleg nagyon szépen lehet úsztatni, és ezt így követi az optikai stabilizátor is. Van itt még egy érdekesség, amit így, hát ami ma már minimális elvárás, úgy mondjam, a HDMI csatlakozás. Egy USB, hogy áttölthessük a képeket a gépre, mint egy memóriakártyaolvasóról ahhoz hasonlóan, és egy HDMI a plazma TV-nek, vagy az LCD TV-nek. Nagyon jól jön nyílt színen, ugye, amikor az ember alig lát a napfényben, hogy van egy extra fényerő tartalék az LCD-ben, egy gomnyomással előhúz az ember, és ezért van különbség. Hogyha pont rásüt a nap a kamerára, még akkor is kivehető nagyjából, hogy éppenséggel mit is fotózok én, vagy videózok én. Attól még, hogy HDMI csatlakozó van rajta, azért még nem vagyunk bezárva a plazma TV világba, hanem van standard kompozit videókimenet, amit bármivel összeköthetünk, bár a nagymama TV-jével is, meg van komponens is, ami ugye egy nagyon jó minőségű analóg képet biztosít egy régebbi tévén is.